Közeleg az óvodai beiratkozás határideje valamennyi önkormányzatnál. Az augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltött gyermekek napi 4 órában kötelezettek lesznek óvodai nevelésre. A korábbi eljárási rend a koronavírus miatt fennálló veszélyhelyzet miatt megváltozott, melynek részleteiről Krizsai Anita, Nyíregyháza önkormányzatának szociális és köznevelési osztályának vezetője nyilatkozott televíziónknak. Először is kérjük a szülőket, hogy tekintsék meg a www.nyiregyhaza.hu vagy a városháza.nyiregyhaza.hu honlapot. Itt tudják megtekinteni, hogy melyik a lakóhelyik szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda. Abban az esetben, hogyha ez az óvoda megfelelő a szülőnek, akkor nem kell további teendőket tenni, hiszen ebben az esetben az óvoda hivatalból fog dönteni a felvételről, és a szükséges iratokat majd csak, amikor a gyermek az első óvodai nevelésének napján megjelenik, akkor kell majd benyújtani. Természetesen a szülőknek van lehetősége arra, hogy ne ebbe a körzet szerinti óvodába irassák a gyermeküket, hiszen nem csak önkormányzati óvodák, hanem egyéb fenntartású, például egyházi óvodák is találhatóak Nyíregyházán. Ebben az esetben a választott óvoda vezetőjét kell megkeresni. Erre lehetőség van 2020. április 17 napjáig. Természetesen kérjük, hogy ebben az esetben elektronikus úton, illetőleg telefonon próbálják elérni az óvoda vezetőket. Ezek az óvodák pedig 2020. április 2 és 2020. április 20 között tartják meg a beiratkozást. Amennyiben egy adott körzet szerinti óvoda rendelkezik még férőhellyel, a hozzájuk befutott szándéknyilatkozatok alapján a körzetén kívül eső gyermekeket is felvehet. Erről április 30-ig hozzák meg a döntést az intézmények. Krizsai Anita elmondta továbbá, csak különleges esetben van lehetőség a beiratkozás halasztására. Abban az esetben a hozzá benyújtott szándéknyilatkozatok alapján a körzetén kívül eső gyermekeket is fel tudja venni, erről pedig 2020. április 30-ig hozzák meg a döntést, és írásban értesítik a gyermeket. Abban az esetben, hogyha a szülő kéri valamilyen oknál fogva, hogy a gyermek ne kezdje meg 3 éves korában az óvodai nevelést, ebben az esetben lehetősége van felmentést kérni. Megváltozott a jogszabály, korábban erről a település önkormányzatának a jegyzője döntött, ebben az évben viszont már a területileg illetékes járási hivatalhoz kell ezzel a kérelemmel fordulni. Ők hozzák meg a döntést, természetesen a gyermek jogos érdekét és a jogszabályokat figyelembe véve, de ebben az esetben is csak a gyermek 4. életévén betöltéséig adhatnak felmentést, tehát 1 év időtartamra. Az osztályvezető hozzátette, korábban többször is gond volt azzal, hogy a külföldön élő, de csak magyar állampolgársággal rendelkező családok nem jelentették be, hogy óvodai ellátásra kötelezett gyermeküket az adott ország valamely intézményében iratták be. Ezt ma már a további problémák elkerülése érdekében kötelesek jelezni a szülők, amelyre az oktatási hivatal honlapján van lehetőség.